Mindenki tudja, volt nehézség itt a jégkorong történetében, a közelmúltban, de sikerült úrrá lenni. Az utánpótlás vonatkozásában az önkormányzat mindig is rendkívül elkötelezett volt. Ezt a sportot gyakorlatilag az a szeretet, az a elkötelezettség tartotta életben Debrecenben, ami a szülők és a gyerekek részéről megnyilvánult. Erre nem lehetett senkinek nemet mondania. Amikor gond volt a jégkorong finanszírozásával, működtetésével, akkor ez volt a legfőbb szempont. A jégkorongnak helye van Debrecenben, tekintettel arra, hogy nagyon komoly érdeklődés mutatkozik, és szándék a szülők, gyerekek részéről a sport iránt. Egy önkormányzatnak pedig ezt mindenképpen meg kell hallania, figyelembe kell vennie. Ma is több mint 200 fiatal sportol a jégkorong kötelékében itt Debrecenben. A felkészülési időszak alatt 8 meccset játszott a csapat. Nyitásként egy nagyon-nagyon erős csehországi tornán vettünk részt, ahol cseh másodosztályú, lengyel első osztályú csapatok ellen mérettettünk meg. Nagyon komoly meccsek voltak, utána oda-vissza játszottunk egy meccset, két győztes meccset a Vasas ellen, azon készültek ezek a nagyon szép képek, ahol amilyen a paravánon látszik, és a hétvégén pedig részt vettünk Gyergyószent Miklóson a Gyilkostó kupán, aminek nagyon nagy hagyománya van, és ott mind két Erste Ligás ellenfelet és a Steaua Bukarestet is legyőzve, ahogy látják, a csapat első kupáját meg is szerezte 3 győzelemmel. Én azt gondolom, ezzel kicsit meg is leptük a jégkorong közvéleményt, úgyhogy most már mindenki nagyon várja, hogy a ligában vasárnap a Fradi ellen, és aztán jövő héten kedden és pénteken a Vasas és a Fehérvár ellen mire lesz képes a gárda. Nagyon felkészülést csináltunk, ugye sok mérkőzést játszottunk, tornákon vettünk részt, amin az edző megismerette a játékosokat, illetve egy kicsit az automatizmusok talán kialakulhattak ez idő alatt. Igaz, hogy egy hónap alatt nem lehet még csodát művelni, és mivel ugye új a csapat, újak a körülmények, de hozzáteszem, hogy eddig minden klappol. Úgyhogy reméljük, hogy ez már vasárnap látszódni fog, de bármi is lesz az eredmény vasárnap, mi minden meg fog tenni annak érdekében, hogy sikerrel vegyük az akadályokat, ami a szezonban ránk fog hárulni. Úgy érzem, hogy hiába vagyunk új csapat, szerintem mind a játékosokat, mind akik ugye már játszottak itt, mind az ellenfélben, ugye talán ismerjük egymást, illetve ismerik egymást a játékosok. Ez a jégkorong, ez úgymond egy ilyen kis családnak tekintető, tehát sok mindenki ismer sok mindenkit, új dolgokat nem igazán lehet mutatni. Talán az lesz az újdonság, hogy nálunk nagyon sok fiatal fogja elkezdeni az első felnőtt szezonját is. Ugye ami az egyik cél is ennek a projektnek, hogy minél több olyan debreceni kötődésű fiatal próbáljon meg érvényesülni, illetve helytállni a felnőtt csapatba, ami ezzel ugye kezdetét veszi, és úgy gondolom, hogy a felkészülési időszak alatt a fiatalok megmutatták, hogy egy nagyon jó szezon elé fognak nézni, és le tudják tenni a névjegyüket talán a ligába, ezzel segítve a csapatot, és ránk is, mint idősebb, illetve rutinosabb játékosokra, akik már a ligába játszanak, és nagy felelősség fog hárulni, hogy mindent beletegyünk annak érdekében, hogy élvezet legyen kijárni jégkorong meccsre a jégcsarnokba, ami szintén az egyik célunk, hogy híre menjen a Deacnak, és illetve, hogy megtöltsük a csarnokot mérkőzésről mérkőzésre, és egy sikeres szezon produkáljunk. Úgy gondolom, hogy a Ferencvárosnál egy új évad, egy új éra kezdődött azzal, hogy ugye új edzőt igazoltak, és nagyon sok új játékosuk van. Úgyhogy egyelőre még nem is emlékszem, hogy a magyar csapattal játszottak a felkészülési mérkőzés, de papíron nagyon erős keretnek tűnik az övék, összehasonlítva a miénkkel, ugye sokkal rutinosabbak a játékosok, egy kicsit talán előrébb járnak papíron, de úgy gondolom, hogy nekik mi egy kicsit ilyen fekete bárányok leszünk, nem tudják hova tenni, hogy a Deacot milyen erősségűre tegyék, úgyhogy reméljük, hogy talán egy kicsit le fognak becsülni minket, és meglepetést tudunk okozni, de úgy gondolom, hogy ebből a Gyilkostó kupai győzelemmel, amit itt láthatnak, ugye a kupát is el tudtuk hozni. Azért egy kicsit letettük a névjegyünket, ugye a Csíkszereda és a Gyergyóba is voltak olyan nagyon erős légiósnak számító KHL-es játékosok, akik azért letettek már az asztalra valamit ebbe a jégkorong világába, és talán úgy gondolom, hogy ők már nem fognak minket lebecsülni, mert tudják, hogy a Deacsal játszanak, akkor nem számíthatnak könnyű mérkőzésre, és remélem, hogy vasárnap is
egy rossz szájízzel fog kezdődni a szezon a Ferencvárosnak.